Sziasztok! Szerintem proteines rizskókot majdnem mindenki csinált már, aki diétázott. Most nézzünk meg egy olyan verziót, amit a nagymamával csinálunk meg, és protein pudingot tartalmaz a Peak-től, de igazából teljesen mindegy, milyen fehérjeport használsz, de egy kitételem azért természetesen van, hiszen ez egy diétás rizskók, olyan fehérjeport válasz, amiben nincsen hozzáadott szénhidrát. Hogy melyek ezek a hozzáadott szénhidrátok, ezekről már nagyon sokszor sok mindent elmondtam, de most a videó fölött és alatt is berakom, hogy mely a címkéken szereplő szénhidrátokat kerüld, amikor fehérjeport választasz, és ez teljesen mindegy, hogy melyik márkáról van szó, szóval ezt általánosan tudod használni. Nézzük meg ezt a diétás fehérjés rizskókot tehát. A képen egy tejforralót látsz, ez legalább 50 éves, nem muszáj ilyenben főzned a rizst, de ez egy okos dolog, ugyanis nem fog leégni benne a rizs. Desszert rizst használunk, 20 dekagram rizst alaposan megmosunk, és ezt tesszük bele ebbe a tejforralóba, és ebben fogjuk megfőzni 2 deci vízzel. Aki akarja, most beleteheti a folyékony édesítőt, itt most édesanyám csak sót tett bele, és ezek a hozzávalók, ami egy klasszikus rizskóknak a hozzávalói. Tehát ez az apró tejforraló vízgőzön főzi a rizst, tehát egy sokkal finomabb rizs készül vele. Hogyha félig megfőtt a rizs, akkor 8 deciliter tejet teszünk rá, itt használhatsz természetesen növényi tejet is. Ha teljesen megfőtt a rizs, akkor egy tálba szedjük az egészet, hogy alaposan kihűljön, hiszen tojásfehérjét fogunk hozzárakni, nehogy kicsapódjon a tojás. A tojásokat ketté szedjük, a sárgájához adjuk a folyékony édesítőt, ha korábban nem tettél bele, és a reszelt citromhéjat. Mi most itt olvasztott vajat is teszünk hozzá, ezt a lépést kihagyott, de most a lányom így kérte, hogy ő is akar ebből enni. MCT olajat is használhatsz vaj helyett, és ebbe az elejbe tesszük bele a 0% szénhidrátot tartalmazó protein puding porunkat a Peak-től. Az egészet összekeverjük, és ezt adjuk hozzá a jól kihűlt rizshez, tejberizshez. Alaposan összekeverjük, összeforgatjuk az egészet, és ha ez megvan, akkor a tojásfehérjét is kemény habbá verjük, és ahogy szerintem mindenki tudja, szép alaposan összekeverjük óvatosan a tojásfehérjét is, hozzákeverjük a rizshez. Aki akar, rumba áztatott mazsolát is tehet bele, aki nagyon diétázik, ne tegyen bele rumba áztatott mazsolát, és ezt az egész elegyet fogjuk megsütni sütőpapíron. Tehát aki diétázik, ne tegyen bele rumba áztatott mazsolát, és a vaj helyett MCT olajjal is működik a recept, és lehet még több proteinport esetleg beletenni. Rizskók akkor darabokra váljuk, vagy diókrémmel, vagy fehérjes csoki krémmel, vagy pedig sötét csoki krémmel, vagy pedig kakaós MCT olajjal esszük, és így is teljesen diétás marad.